Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 22-én és február 24-én kinyílik egy égi kapu. Egy úgy nevezett portál kapu. Jelenti a finom energiamezőt, jelent egy spirituális területet. Ezeken a napokon tartok szertartásukat. 22-én is, 24-én is, ami este 11 órakor kezdődik. Természetesen jelentkezhetsz ezekre a szertartásokra. A díjam, mint egy ilyen energiai egyensúly, 4000 forint szertartásokként. Február 22-én ezen a portál napon Men uralkodik. Men lefordítva sas madarat jelent. És ez jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt, az új irányt, a változásokat. Amit Men, tehát ez a sas madár még szimbolizál, hogy felülről tekintjük a dolgokat, távolba tekintünk, itt vannak tervek, elképzelések a jövőt illetően. Amit ez a szertartás, ez a nap még jelent, a kapcsolat az égi hatalom és közted, az intuíciód, az inspiráció, a föld és az ég között megvan ez a kapcsolat. Tehát megvan az égi segítség, ami erősíti a hitedet. Ez a szertartás is jó, illetve alkalmas erre. Ennek a szertartásnak, ennek a napnak van tisztító hatása is. Men uralkodik e felett a nap felett, de a következő 13 nap felett is. Február 24-én szintén van egy ilyen portál nap, és február 24-én Kapan hatása alatt állunk. Kapan lefordítva egy füstölőt jelent, vagy a mi földünket. Itt reális dolgokról van szó. Ezen a napon is tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik, amire jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Itt arról van szó, hogy tudnád megvalósítani az elképzeléseidet, hiszen ez az energia jelenti a manifestációt. Azon kívül óv bennünket, véd bennünket a fekete mágia ellen. Kabánnak van gyógyító ereje is. Ha betegeskedsz, vagy valaki beteg a családban, akkor ez segít a gyógyulásnál, ez a finom energiamező és a szertartás. Persze abban is segít, amikor valami vagy valaki betegít téged, mert nem érzed jól magadat, hogy meglegyen a békesség, hogy meglegyen a nyugalom. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha jelentkeznél a szertartásra, és ha érdeklődsz ezek felett a napok felett, amiről a jövő hónapban is be fogok számolni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!